A 2018-2019-es nevelési évben zajlott a Kunok útját járva elnevezésű program a Madarász Imre Egyesített Óvodában. A gyermeki kreativitásra nagyon alapoztam. A pályázati program eredményeiről a Vármegyei Pedagógiai Szakmai Napon számolt be az intézmény igazgató helyettese. Nagyon fontos, hogy a gyermekek megismerjék az otthonukat, a szülőföldjükhöz való kötődésük erősödjön. A kuntudat csírájának elültetése nagyon fontos, illetve a kuntudat alapozása. A helyi kulturális értékek, a néphagyományok ápolása, illetve átörökítése. A csíra elvetést számos élményszerű foglalkoztató program segítette. A családok bevonásával került megvalósításra a programunk. Karcag helyi kulturális értékeit, azokat a helyeket, azokat a lehetőségeket vettük számba, melyek a gyermekek számára a lokális nagykunsági értékeket tudják közvetíteni. Ellátogattunk a Kun emlékhelyhez, a Kun babákat megtekintettük a gyermekekkel, Györfi István Nagykun Múzeum állandó tárlatát végigjártuk a gyermekekkel, Györfi Sándor, Kossuth Díjas szobrász művész úr műhelyébe is ellátogattunk, majd ezt követően lazító programként a Bennett anyán töltöttünk el egy délelőttöt, ahol egy lovas bemutató részesei lehettünk a Karcagi Pusztai Rókák Nomád Hagyományőrző Egyesület együttműködésével, illetve lazító programként ellátogattunk Debrecenbe a Tímárházba, a Kézművesek házába. A Kunok útját járó, azóta már iskolás korban nőtt gyerekek meg is örökítették a program során szerzett élményeiket. A legjobb alkotásokat kiállításon mutatták be a pedagógiai szakmai nap résztvevőinek.